Áramtermelésre fogják a napsugarakat, a Halasi Kórház nagyszabású napelemes fejlesztés előtt áll. A nyár végén vagy az ősz folyamán megvalósuló beruházás érezhető megtakarítást jelenthet az intézménynek. 235 kW-os névleges teljesítményű, ez 940 napelemes panelnek a telepítését és az ehhez kapcsolódó villamos eszközök telepítését jelenti majd a kórház területén. Ezzel a kórház olyan 300.000 kWh-nyi áramot tud megtermelni saját magának, és ami még örvendetes, hogy ez nagyon hosszú távon sokáig fogja szolgálni a kórház és a betegeknek az érdekeit. A napelemek a kórházi épületek tetején kapnak majd helyet, ami több okból is előnyös. Több tetőfelületet használunk a napelemeknek a telepítésére, és ennek lesz egy olyan járulékos haszna is a kórház számára, hogy a tetőre érkező sugárzást majd nem a tető felület fogja fölvenni és melegíti az épületnek a belső terét, hanem a panelek ezt a sugárzást, ezt az energiamennyiséget fölveszik és árammá alakítják, tehát a kórháznak a klimatizációs költsége is csökkenhetnek ezáltal. A Semmelweis Kórház támogatásból valósítja meg a beruházást. Több mint 140 millió forint összeget nyertünk napelemes rendszer megvalósítására, amivel a kórház jelentős energia fogyasztását kívánjuk megoldani. Jelen számításaink szerint ez a telepítendő napelemes rendszer mintegy 15-20%-át fedezi majd a jelenlegi áramfogyasztásunknak. A Halasi Kórházban már jelenleg is működnek napelemek, bár az egy jóval kisebb rendszer. A 45 kW-os rendszerünk jól működik, de ez egy minimális igényt teljesít csak. Az új rendszer, ami több mint 4-szer ekkora lesz, vagy 5-szer ekkora lesz, mint ez a most működő rendszer, ez valóban már érezhető lesz a kórház villamos energia fogyasztásában. Az utóbbi időben Halas nagy előrelépést tett a megújuló energia terén. Napelemeket kaptak az iskolák, a város szélén épül egy naperőmű, de több vállalkozásnál és családi háznál is használnak ilyen megoldásokat.